Perfectionist Podcast az egészséges perfekcionizmusért. Dr. Huska Emese a sikeres karrier hátteréről beszélget, a zene, a művészet és a tudomány képviselőivel. Ebben az epizódban folytatjuk Korsival a beszélgetést. Lesz szó a szimetria és a forma jelentőségéről, a helyes levegővételről, arról is, hogy miként lehet és kell is szintetizálni a részeiben kimunkált tudást akkor, amikor már a közönségnek játszunk. Anekdotázás közben újból feljön majd a tökéletesség keresésének problematikája is, az epizód végén pedig Orsi bemutatja, hogy a zenének kétféle teste van, egy néma és egy hallható. Megint csak tűnhetnek az általa kifejtett dolgok túlságosan is elvontnak vagy megfoghatatlannak, de arra biztatlak titeket, hogy gyakorlásaitok során próbáljátok ki ezeket, amiket Orsi mond. Illetve szerintem érdemes már az interjút is ennek tükrében végig hallgatni. Na de vágjunk is bele! Beszéltél a testszimetriáról, Úgy azt mondod, hogy az egy alapérzés. És ez szintén hogyan lehet felismerni a szimetriát gyakorlás közben? Hogyan állítja be valaki magának a szimetriát? Hát föláll egyszerűen a hangszerétől, vagy áll, vagy mindegy, mindegy. Hát az emberi test szimmetrikus. Hát ott van a szimmetria pontom, ugye ott beszéltünk a köldög zsinóról, fölfelé húzok egy vonalat. És lefelé húzok. És rögtön látom, ahol nekem van, jobb oldalam, van, bal oldalam, szimmetrikus vagyok. Nem mindenki teljesen szimmetrikus, de az elképzelése, hogy egy kicsit kicsitette meg tudom nyújtani, hogy szimmetrikus legyek, a kicsikét meg ott meg lazítani kell. Ez már rögtön egy a helyzetben ö, eligazodás. Hogy tudom, hogy most egy most teljesen mindegy, hogy én magas vagyok, alacsony, kövér vagy. Ö? hanem az a lényeg, hogy magamban ezek a gondolkozások függőleges, horizontális rend van-e. És erre az én analizálás skálámban baromian föl van építve, hogy mikor mire kell gondolni. Ez egy, ez egy kristálytiszta rend és gondolkozásmód. Mikor mire kell gondolni? Elindulok abból, hogy egyszerű vagyok. Szimetriára vissza. Stabilitás. Vertikális, kiterjedésen, vertikális és horizontális egyszerre. És rögtön ennek a kettőnek a arányaiban elkezdek gondolkozni, és a formát el nem szabad hagyni. Milyen formában jelenik meg a művészet? Én is milyen formában jelenek meg. Ez egy vizualizáció a személyem belül, ugye? Hát hogyne? Audiovizuális művészet a zene? És ezt el szokták felejteni, ezt a vizualitását, és éppen ezért dolgoztam én ki a doktorimba ezt, ezt az aspektus, amivel még a újfalusi József Esztétika professzorom is könyvébe leírja. A képiségnek még a jövőben meg kell történnie, és én a kottakép analízisében rájöttem, és boldogan már sajnos meghalt, amikor én el tudtam neki mondani, hogy tanárú rájöttem. És ha ez téged érdekel, hát itt vannak ezek a, nyilván ismered az én rendszeremet, az jöttél el. Itt van először is ez a, ez a rajzolat, ugye? A szómetódusnak, a relatív mozgásrendszernek a szimbóluma. Ez. Ez öt, öt rendszer, az öt ujjam. A hajlékonyság, a flow és a ritmus és a szögletesség egybe a kettőnek a kapcsolata, de ott van, amit el, átölel, körbeölel, maga az univerzum, maga a glob, van glob, maga a hang, a hang minőséggel való folyamatos egymáshoz való kapcsolódás, amit körülölel akkor azt mondja, hogy a tested zene, a zene és a zenész relatív mozgásrendszere. Ez a kettő oldal. Mivel dolgozom? Zenével. A zenének van egy egyfajta viszonya hozzám, de én magamat tudnom kell, hogy ki vagyok én különben, hogy a fenébe merjek leülni, vagy muzsikálni valamit. Egy, hogy merjek hozzányúlni Beethovenhez, meg Liszthez amikor a az egész technikája megbevallása szerint, az, hogy akordokat, a kezét, haj, a csoportoknak a hangját, és a legnagyobb virtuóz futamjaiban is, ha ezt elfeledem, akkor csak ócska újaknak a sokasága lesz. Ahelyett, hogy a pattern, a mintán, a, a csoportoknak az egész virtuóz kadenciái arra vonatkoznak, hogy hányszor ismétli meg, különböző hangmagasságban más a felhangrendszer, más rela reláció jön életbe, végig tudja menni az egész klaviatúrát horizontálisan. Ő látja az egészet, ő kreál. H hogy is van az a kép, ami, amiről az szól? Messzire ül az zongorától, messzi így zongorázik, mert be van kapcsolva a kreációba. Mert nem a hangszernek a közelsége, a rövid hanem messze ül, hallgatja magát. Ezt láttam is nálad az egyik órádon, amikor a diáknak mondtad, hogy nem látod az zongora másik felé. Semmit nem lát. Nekem látnom kell a hangszert, az az én birtokom, az van előttem éppen. És nem úgy, hogy fejemet forgatom jobbra meg balra, mint a teniszmeccsen, hogy látják, hogy, hogy itt a labda, ott a labda. Hát borzalmas! Mert elveszi a, azt a nagyvonalú, átívelő művészi megfogalmazást, amit csak belső nyugalommal, belső nagy mozdulat... Erre inkább azt mondanám, hogy elveszi a belső nyugalmat, az, hogy bólogatok. Abszolút. Abszolút. Hülye, hülyén mozog. Miután. Tehát, hogy bezavar a figyelembe az, hogy rosszul mozog. Bután rosszul, helytelenül csinálja, ahelyett, hogy lenne és látná. De itt megint csak a magabiztosság rettenetesen fontos, Öt, hogy Tudod, és, és is önismeret. önismeret. nélkül a görögök is felírták már. A, tessék, szíves lenni. Aki itt belépsz, megismered magadat. Tehát jó görög Tehát ezért is mondod a, a, módszeredben, hogy igazából ez egy személyiségfejlődési módszer is. Abszolút. Abszolút. És ezért pedagógia is. Művészet, előadó művészi dolgoknak a kifejlődése, de ez, hát ez egy rajtam változik. Ez az én saját személyiségem, ezért boldogok a növendékeim, mert észrevételül megtanulják, észrevételül, és azt érzik, hogy ők boldogok. Az a az, az az én vágyam, hogy ne legyen rám szükség, annyira át tudjam adni a tudásomat, hogy ne legyen rám szükség. Ő maga meg tudja magát tanítani. Az és okra. ezért boldogok, mert meg tudják tanítani, mert ki meg van mondva, hogy itt erre kell gondolni, ott hamarra kell, és egyre többet fog tudni magáról. Progresszív zenepedagógiai módszer, relatív mozgásrendszer, mi csinál? Analizál, az a tudománynak az eszköze, és szintetizál. Tehát most az analizál igazából az önanalízisről is. És van. a hangszer analiz... önanalízis, hangszer és kottakép, vagyis a zenemű, a szerző. Minden tekintetben. És ugye azt is mondod, ami nyilván nem újdonság, hogy a műnek a korbeli jellegzetességeit hát is. Persze, hát persze, hát ez egy, ez egy össztudomány, ez itt zenetörténet van benne, hányadik században játszunk, mik, mit jelentett a barokkorban a, a crescendo, bele van-e írva a kottába, vagy nincs beleírva. Mit jelentett, mi volt a használata, mit jelent a fortepiano Mozartnál, mit jelent a fejlődés a piano, hát nagy vonalakba kell nézni, hát egy tanárnak ezeket kell tanítani, nem csak zongorát tanítok, vagy hegedű pozíciókat? Marhaság. Korlátoltság. Ez olyan, mint a lovakra ráteszik, a, mert a városban van, akkor jaj, meg ne vaduljon több, a borzalmas életől. hát akkor oda teszik a szemellenzőt. Szemellenzőse sem, nem, ez zongorát tanítok, de hogy zongorát tanítasz. Zenét, az egyik dolgot csiszolom a másikkal. A zenét csiszolom a, 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 a gyereken, és a gyereket csiszolom a zenével. Két kincs van a kezünkben, nem gyerek, zenélünk, társak Ember, vagyunk. Igen. Én nem hiszek a gyermekdet oktatásban, a zene oktatásba. Én csak azt fogadom el, hogy nincsenek ilyen limitált korhatárok. A darabok fejlődnek, a technika nő a gyerekünk, a gyerek. ugyanazt kell neki megtanítani, mert gyerekkorában nem tudja meg, hogy mi az a formálás. Mit jelent az, hogy később majd lehet elmagyarázni, hogy a periódus hány tagból áll, amikor majd tud számolni. De amikor azt mondja, hogy azért fontos a magyar népdal, meg általában a nép népdalon kezdeni a zenei tudat, ezért fontos a kodály, hogy előtte egy évig nem kell hangszerhez nyúlni, ameddig a zenének a beszédnyelvét meg nem tanulom. Ugye, hogy a helyes légzés kult fontossága nem csak az énekeseknél, hanem a hangszereseknél is. Mi a jó légzés Együtt élek a zene mondatával. Ha a zene mondata kinyílik, és akkor várok egy kicsit, megváltoztatom és kilégzek. A belégzés és a kilégzés az, amikor én láttam nálad, és soha nem jutott volna eszembe. Sokan igen, emlékeztetik a másikat, hogy lélegezd be, de te mit mondtál? Nem, ki lélegezd ki. Nincs igaza. És amikor egy vonatban, Megváltozik a télet, az hang minősége. Amikor azt, tehát az nekem annyira óriási változás volt abban, hogy én belenézek a zenébe és magába a hegedülésbe, hogy ráteszed a vonót belégzésre, ha első hanggal légzel, lélegzed ki, amit műveltél, és Köszönöm. És ez annyira megmarad bennem, mint hegedűs, mert egy hegedűssel foglalkoztál, Igen. és, és eszembe nem jutott. És nem beszél arra tényleg, hogy aztán az ember vesz egy nagy levegőt, annyira koncentrálja elfele, ezt kifújni, és soha nem vesz még egy levegőt. Na most a másik nagyon fontos dolog, el kell különíteni az énekest, meg a fúvósokat, Mert ő neki anélkül, hogy be nem lélegzi azt a levegőt, nem marad neki ott a, a... diaphragm rekeszizom. A rekeszizom fölött, ő a rekeszizommal működteti az ott lévő oxigént. És rúganyos megint csak. róganyos elasztikus, viszonylatban van egymással, és akkor szépen a mondattal együtt annyi levegőt kell neki csak venni, amennyi az a frázis, emberi Tehát, neki... beszéddel ő neki, ő neki venni kell. De mi nem énekelünk, nem beszélünk, hanem mi nekünk egy halott tárgyba kell beletenni saját magunkat, és egyben ez bizalomkérdés. Mert azonnal bizalmi viszonyba jutok a hangszeremmel. Adok neki lehetőség, és hogy lélegzem be? Nem pánik szerűen, a zene, ahogy a zene beszél, úgy lélegzek be. Ebben a ritmusban erre gondolsz. Ahogy az ő ritmusa van. Uh -huh, értem világszenzáció. És miért? Mert egyszerű. És mi nem szeretjük az egyszerűséget. Mert mire az ember azt mondja, hogy e, ugyanez a pofon egyszerű. De amögött mi minden van, hogy az egyszerű tud. Mi minden felismerés van. Analizál. Levegőt vesz. Hogy veszi? Hangszerrel van kapcsolatban. Na, az rendben van. Most ez a, ez a mesterségi dolog. Ez a professzió. Mi csinálunk? Utána szintetizálok mindent, amit eddig tudtam a dolgokról, és a koncertpódiumon elfelejtem. Mert ott minek kell hatni? A műnek kell rám hatni, olyan mérhetetlen összegzett tudással, és egy új pillanatban, hogy improvizáltam, friss legyen a betanult. Erre nagyon sok történetem van. Amikor én csináltam a doktorimat, akkor interjúztam zenészekkel. És képzeld el, hogy a, azok, akik lámpalázasok voltak, azok arról beszéltek, hogy reprodukálni szeretnék azt, amit elkigyakoroltak, és már mutatod is, hogy nem, nem, igen, ők voltak a lámpalázasak. És képzeld el, hogy miért többször a, a nem lámpalázasak pedig mindig így nem tudták, hogy micsoda, de valamit adni a közönségnek. És akkor többen is emlegették, hogy ajándékot akarnak nekik adni. És nem voltak lámpalázasak, és nem a belső, tehát eleve ugye rugalmas volt. A hozzáállásuk, mert kifele figyeltek. Nyilván, befele is figyelnek, a belső fül, meg a külső fül egyszer ott működik, de de a maga a figyelem az biztos, hogy kifele ment, mert észrevették, hogy van közönség, milyen az a közönség, és a... És visszahat. Igen. Visszahat. És meg az a lélek jelenlét, amit többen mondtak, hogy Meg az, amikor, a, amikor a, a szerző elragadt téged, amikor nem úgy mondod, ahogy te nagyon sok ilyen példám van. Például, bocsáss meg, hogy ben, egy, ide vág. Újfajta látásmód, mert betanulnak futamokat, meg minden rossz az új az, az, rossz, oktalan. Miért rossz? Mert ki van találva valahogy trükkös, trükkös. Most ide teszem még, hogy fényesebb vagy gyorsan, vagy. Nem igaz, mert az nem azt a szójáratot akarja nem azt a rag kapcsolatot. A rag vi az csak a szónak a vége, de a szót kell megragadni. Akkor megint egy már, hát a nyelv, zene nyelvét kell beszélni. Na most azt akarom mondani, hogy szinte elfelejtik, amit kigyakoroltak, pedig bár gyakorolt órákat, mert egy újfajta módusz van mögötte, amit én tőlem kap, egy látásmódot, egy tartás, ami segíti egymás után megismételni a dolgokat, és elfelejti a zenének a dolgait. Hogy milyen hangot kell Azt játszani. Csak egy eszköz, mert van egy fölöttes cél. Ez az, és ez, kell, ez a zene, ez a szintetizálás, ez a művészet. És Mit az, az érdekes, hogy ez nem csak a zenében van, ez más. Nekem van. mondod, édesem, olyan jókat mondasz, mert ez így van. És ettől holisztikus ez az egész. Mert én az életet tanítom és az életnek az egyik érzelmi vetülete a zene. Hát az biztos, hogy az önismeret és a befele figyelést az önkontroll, tehát nem az erőltetett önkontroll, hanem az az egészséges önfegyelem, ami azt a rendszert egyensúlyba adja. Szerintem én azt annyira érzem azt, amikor figyelem, hogy miket mutatsz a diákoknak. És szeretik. És igen, és amikor mondják, hogy sokkal jobban nézik magukat, nem tudja, hogy mi változott, de hogy jobban érzi magát. Mert elkezdte elfogadni azt, ami normálisan belénk lenne ültetve. Emlegetted azt, hogy ne kapkodva. De nyilván van kapkodva légzés, kapkodva cselekedet, de van kapkodva gondolkodás, amikor az ember olyan kétség van esve, nem látszik kívülről, de belülről, nem tud saját maga lenni. és ez... ez Mi kö... közben, drágám? Miközben szeretne zenni, és ezért lesz rossz az a Mert szeretném. nem tudja, hogy mit játszik. Nincs benne a tudatába. Tehát akkor el kéne döntenie, hogy hogyan, mit Nem dönteni, csinálni. jól kell tanulni. Jól kell tanulni. Már mint hogy jól, jól kell... kell látni a kottát. Uh -huh. És ezért nagyon nagy jelentősége van a kotta kép-analízisnek, mert nem látjuk jól a kottát. Mi csak pontok sokaságát látjuk, vagy pedig harmóniát látjuk, de az, hogy honnan hova megy, és azt beépítem az emberi gondolkozásomba, elegformáltam. Ez a kotta kép-analízis, ami nálad működik, ez valami olyasmit, amit én értek belőle, de majd kijavítasz, hogyha nem jó hogy nem csak, igen, nem, csak a kottákat, hanem a folyamatát, mint mondatokat, vagy a szövegben a bekezdéseket lehet látni. Lehet látni az ívét, ugye az, 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 az evidens számomra, hogy megfigyelik a zenészek, hogyha fölfele megy, akkor meg is lehet rajzolni, mint egy nyilat, hogy fölfele ível, mint egy dombocska, aztán visszajön. Látszik a hullámzás, tehát hogy egy, egy lépés vagy kettőt hátra lép az illető, és nem a hangokat, hanem az íveket nézi a zenében, ha jól értem. Nagyon jól érted. Erről van szó. És innen jön az, hogy látszik a darab sokkal jobban egészében, nem pedig a hangok külön Hát külön, csak is, egy mert ezek művek bármennyire rövid, 16 után vagy 8 ütemes periódus. Ugye? 4 plusz 4. Ezért a Bartok a mikrokozmoszát így építi föl. A legelső, legegyszerűbb dolog, két kézzel kell játszani. Egyszerre, öt, újjal. Kérdés, felelet, választ, megvan a forma, megvan a formája a zenének, ahogy kell gondolkozni, ahol kell levegőten, és aztán szépen fölfejleszti a 138. darabjáig. Na most nézzük csak ide, hogy mikor a, a, a hallható zenéről beszélünk, ez micsoda? Ez az előadó művészet. Most elkezdjük azt a hármas, nagyon kristálytiszta, simple gondolkozást, ami azt mondja, hogy az előadónak relatíve viszonya van a hangszerrel, és relatív kapcsolata van a zenével. Kristálytiszta ez a Ez három. a kiinduló háromszög. Igen. Igen. De a kiinduló háromszög az előadónál kezdődik most. Mert azt mondom, az előadónak mi van? Teste, elméje és lelke. Ez az előadó. Jó, ezt az előadót ide átteszem, test, lélek, szellem, ez alapvető lerágott csont. Nem? Test, lélek, szellemből állunk. Itt van az előadó, van a zenéje, de bejön a közönség. Közönségnek van testi élmény? Persze, hogy van. Hogy? Milyen? Óriási. Milyen? Hát elsősorban hallja, látja, Igen? és azon túl érzéseket is úgy érezni. Csodálatos. Tehát a közönség mit fog csak érezni? A zene lelkét. És ez indítja meg. Ezt megint elmondom, már elmondtam egyszer, de neked még nem mondtam. A Barokland művész, akivel csináltam a, Igen. az interjút, meg a dolgozatomhoz. Igen. Ugye én a maximalizmust kutattam, és akkor amikor megkérdeztem tőle, hogy na, számodra mi az, hogy tökéletes? Azt mondja, hogy nincs. Mi? Mi ez a hülyeség? Nincs. Tudta, hogy magyar vagyok, mert ő angol egyébként. Milyen a tökéletes gulyás? Nincs. És azt mondta, hogy esetleg, ha tökéleteset akarna adni, akkor pontosan a lélek jelenlét az, amikor észreveszi, hogy mi történik a közönségben, mi történik azon a helyszínen. És azt mondta, hogy felvette egy olyan darabot, amit soha senki még nem vett föl a barok irodalomból, CD-re, saját abban már megjelent, és ő elképzelte, hogy ezt egy pici kis kápolnában majd ugyanúgy eljátsza. És azt mondta, hogy annyira nem illett volna oda, előtt egy annyira gyönyörű énekhang volt, egy annyira spirituális, lassú, és azt mondta, hogy ő azt a hangulatot nem vihette oda. Ő neki másként kellett játszania, és beillesztette azt a stílust, amit akkor ott helyben úgy érzett. És most jön a lényeg, amit mondani akartam, hogy ő egy művész, ő ebből él, neki ez a feladata, hogy valamit jól adjon oda az emberiségnek. Az az ember, aki reggel hétkor fölkelt, hogy kilencre beérjen munkába, ötig dolgozott, és este jött a koncentre, szeretne valamit kapni. Egyetért. És mi az, hogy angolul mondta, mi az a safe performance? Mi az, hogy biztonságos? Az nem jó. Ő neki kockáztatni kell azzal, hogy abból valami élő legyen. Mert föl kell, azt a hangulatot kell fölkapnia, és az a hangulat ráhat, és majd visszahat a közönségre. Mert itt van ez az őszinte relatív kapcsolat. A pillanat szüli meg azt az új művet, ami előtte már lehetett, hogy megvolt, de új, új impulzust kaptál. Igazából, amit összegezve kivehetünk ebből, itt megint csak a lélek jelenít, a pillanatban való bennelevés. De föl kell készülni, ismernem kell marhára profira magamat, a művet és a hangszereket. Na most másik alapelem. Mi a zene, szoktuk mondani, hogy audio, de ez audio-vizuális művészet is. Mert mit csinál a karmester? Elvizuálja. Ők is, amikor muzsikálnak, ahogy mozogsz, mikor zenész, adekvátnak kell lenni azzal a hangulattal, tempóval, minden, amit előadsz. Tehát persze, hogy vizuális. Akkor is, amikor azt mondom, hogy fölveszem és hallom a zenét, akkor auditív, de elképzelem, hogy gondolatokat szül bennem. Tehát ott is már egy, a, látás, mint vizualizálás, ott is jelen van. De mi a másik, a legalapvetőbb vizualizálás? A leírt kotta kép. Mert amikor azt mondjuk, hogy nem a képből játszom, hanem folklor zenét, hát ott is, amikor a, ezek az adatközlők elmondják, vagy ahogy elmondja, hát ott is kapcsolat, fölvették képre, hogy hogy muzsikálnak, fölveszik, hogy hogy táncolnak. Az, az öröklődik tovább. Vizualitás nélkül nincsen. Vagy pedig a vakis vizionál belül, hát az Andrea Bocelli, hát tegnap hallottam a koncertjét a fiával. Hát ahogy azok, a, fias, a fia láb, de ahogy becsukja a szemét és vizualizálja a zenét, hiába nem lát. Az egy belső kvalitás, az egy belső érzékszervi csere történik az egészben, és azáltal kapsz többet. A zenének is van teste. Mi a zeneteste? Két formája van. Van egyszer egy néma, ezt én így fogalmazom, van egyszer egy néma, ami maga a kompozíció ott a képben, és annak van egy koreográfiája, és ennek van egy GPS-e. Hát a mozdulata, hát hogy mettől meddig megy, most egy frázis le van építve, van egy frázisjel, eljutottam az egyik tonikai rendbe, eljutottam tonika szubdominás domináson, megállok egy kicsit, a fermáta van, és utána befejezem. Tagoltsága, ez az esztétika lényege. A zene egy tagolt. És ugyanakkor meg folyamata van. Időben és térben lezajlik. Tehát ezzel az egész rendszerrel mindent megtanítok a zenéről. Esztétikát, filozófiát, zenetörténetet, chord progression, mindent meg lehet tőle tanulni. Mert ez mind le van írva. Mi az a GPS? Merre megy az egész? Dominánson áll meg, tonikán áll meg, egy preludium, bakimor preludium mindig dur tercen áll meg. Mit jelent? Mert következik valami, egy pozitív dolog, mert jön a fúga. Tehát a kapcsolatot rögtön meg tudja tanítani az ember, és minden historikus zenetörténeti korszak, az, ez egy nyomatot ad nekem. Tehát Bartók csinál mikrokozmoszokat egy oldal, az egész mű. És ha azt én mint egy festményt megnézem, vagy egy grafikát, pontosan az egész kompozícióról tudatom. Minden tudok róla. Milyen tempóba akar, milyen metronomjelzés, hány másodpercig tart, mindenki van írva. Milyen karaktereket akarja, legátot, crescendot, stakkátot, non-legátot, mit akar. Tehát egy beavatott, gyakorlott zenész, aki ezt a módszert követi, ezt a gondolkodásmódot követi. Igen. Ránéz egy egyoldalas műre. Minden ő, tud igazából egy másodperc alatt átjön. Egy pillanattal. és én ezt tanítom a növendékeimnek, és azt mondják, hogy Hát egész más volt a gyakorlásom. Kinyílt a világ, hogy milyen gyönyörű és egyszerű. És rögtön tudja, hogy mit kell csinálni. Lefordítva mondjuk egy zenei kompozícióra, tehát ott is van egy ötlet, és akkor azt le van vezetve, és ezeket az ötleteket, ezeket a gondolatokat, ha kihámozzák belőle. Teljesen egyetértek. Például, miért fontos egy Beethoven zongora szonáta, hogy egy szonátát játszam, ne csak egy tételt? Mert a Patétik szonátának az első tételenek az első melléktémája vissza fog csengeni a harmadik tételbe. Azt a begyárját. A második tétel lassú témája belejön a harmadik tételnek az epizódjába. Nem teljesen ugyanúgy, de ott van. Az egy organikus egység, hogy miért van az, hogy szonátaformában formában írodott, szonáta Rondóba és három tagolással. Hát a művel kell törődni. Tehát műveltnek kell lenni, már bocsánat, hogy megrázom a, a fiatalságot. Műveltnek kell lenni, tanulni kell, és akkor boldog lesz. És, és megpróbálom azt tanítani, mert tudom, hogy az emberek, meg a gyerekek most hogy minden az internet, és gyors, gyorsan akarok tanulni. Milliómos akarok lenni, azonnal. Tehát ilyen rövid darabokon mindent meg lehet tanulni. Csak a látásmódot kell megtanítani. Na most jön a másik, a teste, a zene másik teste, a hallható. Hát akkor meg egész másokkal dolgozom. Ami itt effektíve ki van dolgozva az agyamban, hogy hogy kell gondolkodni, a kliség, az önmagamnak a kezelése, az hangá kell változtatnom. Vibrációval, akusztikával, testi aktivitásokkal. De ha nem tudom, mit fogok aktivizálni, akkor csak görcsbe jövök. Tehát nem tudom elengedni magam. Érdekel, hogy milyen érzéseket vagy ötleteket hoztak ki belőletek Orsi szavai. Az eddigi visszajelzések között mondtatok olyat, hogy fantasztikus és felszabadító volt Orsi, de volt, aki nehezen érthetőnek és túlságosan elvontnak találta a látásmódját. Az tény, hogy aki eddig kizárólag tudatosan játszott vagy tanulta a zenét, annak most ezek a gondolatok meghökkentőnek tűnhetnek. Ezért is szeretném, hogy kérdezzetek kommentben vagy üzenetben. Akkor is, ha tetszik, és akkor is, ha valamelyik gondolat megértése nehézkes, vagy akár hihetetlen, vagy kétséges számotokra. És ha elindul egy fórum vagy párbeszéd ennek kapcsán, annak még jobban fogok örülni. Tehát kérdezzetek, ötleteljetek, emeljétek ki, hogy titeket mi fogott meg, vagy mi volt meglepő. És tartsatok velünk legközelebb is, de addig is engedd meg magadnak, hogy elhidd, a kész jobb, mint a tökéletes.